Szép jó napot mindenkinek, szerda reggel van, indulok Andreáékhoz, vértes szőlésre, házelemzésre, innen a Csehi Mindszenti Nomád központból. Épp jövök le az úton, és mint látjátok, a tavasz minden egyes pillanata itt harsog ezen a mezőn. Gyönyörű, gyönyörű helyen vagyok. A madarak trilláznak. Nem véletlenül választottam ki ezt a helyet a Nomád Jóga Központnak. Nagyon kellemes, csendes terület. És hát, hogyha nem húznák az égen a csíkokat, mert holnapra előre jelezték ugye az esőt, már tegnap is húzták, tehát ma is húznak, úgyhogy biztos, ami biztos, csinálják a csíkokat. No, de mi is történik most a mai napon? Vértes szőlősön egy nagyon szép zárt kerti területet nézünk meg, és ezen a területen, hála Istennek, nagyon ideálisak és jók a körülmények ahhoz, hogy egy hétvégi elvonuló házat, szerencsehozó 5x5-ös házat építsenek fel Andreáék, úgy, hogy még lesz egy külső jógagyakorló helyiség is. Tehát itt az egészség és maga a jóga, a védikus tudás meg fog jelenni ezen a területen. Miért is nagyon fontos ez, hogy ez védikusan, sztapatja védikusan is összhangban legyen a természeti törvénnyel. Nos, a terület adottságából adódóan az ideális keleti házbejárat, az ideális keleti telekbejárat megvalósítható. A telek lejtése aránylag megfelelő, kisebb földmunkával rendezhető. Tehát innentől kezdve már nagy örömmel megyek ki elemezni ezt a területet, mert valószínűleg olyan minőségek fognak majd fogadni, amelyeket átnézve a ház ideális területét ki tudjuk választani, illetve már a területen belül, mivel nem szabályos a terület, egy szabályos négyzetet le tudunk választani. Ez lesz a vásztukerítés. Ez körülbelül, ahogy néztem, 24-25 méter x 25-ös terület lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen a területen bizony már ki lehet alakítani a házat és a környezetét, a jóga stúdiót, a megfelelő keleti bejáratú, vásztukerítésen megfelelő keleti bejárat létesítésével. Természetesen a telek többi részére is nyitni kell majd bejáratokat, de pont olyan ideális esettel találkozunk, hogy a mezsgye az vízszintes a déli oldalon, tehát ott a déli oldalon végig lehet nyitni, vagyis zárni, végig lehet a déli oldalon a kerítést, és a nyugati, északi, keleti oldalakon megnyitni a telek többi részére a hozzáférési kiskapukat. Most úgy kell venni ezt a vásztukerítést és a telekkerítését, hogy amíg a telekkerítése ugye a vadak elleni védelmet, illetve a saját területünk kijelölését jelenti, addig a vásztukerítés lehet szimbolikus is, akár csak 1-1,5 méter magas, vagy csak kis léckerítéssel jelzett terület. Így is már az őrző angyalok, idézőjelbe téve ezt a minőséget, tehát az őrző dévák a keleti, északi, nyugati oldalon megjelennek. Nyugaton Ganés, északon, északról ugye a pénz, az anyagiak kúvér területe onnan jön be, keletről pedig Indra, aki a megvilágosodásért felelős. Tehát innentől kezdve a védelem, a pénz és a kreativitás biztosítva lesz a telekbejáratok által. A házbejárat és a teleknek a keleti bejárata pedig biztosítani fogja a harmóniát, a jóga bejárata
és a csend minőségét. És elérkeztünk a kis patakhoz, itt, amerre járok, itt Csehi-Mindszenten. Ezen kelek át, hogyha hatalmas esőzések vannak, bizony ez kijönt, és akkor itt mindenütt víz van. Akkor körbe kell mennem, és úgy tudok csak a faluba jutni, de ez csak nagyon ritkán történik meg. Tehát ezen a csodálatos területen vagyok, itt Csehi-Mindszenten, és mindenütt a természet, a nyugalom, és nagyon kedves emberek, falusi emberek várnak, és nagyon jókat szoktunk néha beszélgetni, bár én nagy részt a telkemen vagyok elvonulva. Jógázok, meditálok, vendégeket fogadok, konzultálok, és hát most, mint látjátok, utazok Tatabánya mellé, Vértes Szőlősre, Andreáékhoz, területnézésre. És hogyha visszanézzük majd ezt a videót évek múlva, majd meglátjátok, hogy valószínűleg mindaz, amit mondtam, hogy nagy siker és öröm övezi a munkájukat, terveiket, a Savastu, a ház hatáseredője, a telek hatáseredője miatt el is tudják majd érni. Szép napot kívánok mindenkinek így szerda napján, amikor is a nap angyalával történő egyesülés van. Szép napot mindenkinek! Hazafelé bandugolok a házelemzésből, és bizony érdemes volt elmenni, ugyanis teljesen más kép fogadott, mint amit elképzeltem az előzetes e-mail váltások és messenger üzenetek és a térkép alapján, amiket megbeszéltünk. Ugyanis a területen eléggé erős lejtés volt, és ezt a lejtést, ezt most sajnos csak teraszos szintezéssel lehet kompenzálni, több szintes teraszos kialakítással, viszont utána egy rendkívül impozáns, gyönyörű, szép terület lesz. Tehát még egyszer mondom, nagyon fontos a helyszíni elemzés, nagyon szívesen elemzem bárkinek a térképvázlatát, illetve a házát egy skic alapján, illetve háztervek alapján, de a helyszíni felmérés az rendkívül fontos. Ezért mindenkinek ajánlom, hogy minél előbb vegye fel velem a kapcsolatot, és elemezzük a házat úgy, ahogy az a védikus építészetnek megfelelően lennie kellene. Nagyon sok olyan részletet sikerült ma is például megbeszélnünk, ami a későbbi terveknél jogaközpont, illetve különféle egyéb funkció, kertek, gyümölcsös kialakítását illeti. A mezsgyékről beszéltünk, a kút elhelyezéséről, tavak létesítéséről, illetve arról, hogy hogyan lehet mindezt a terveket úgy megvalósítani, hogy az természetesen a helyi építésügyi előírásoknak is megfeleljen. Tehát itt egyeztetések lesznek még a földhivatallal, illetve a földmérőkkel is, akik kitűzik a területet a napokban. És utána még többször fogunk majd még e-mailt váltani, illetve messenger üzeneteket, amikor a helyszín már teljesen kész lesz, a szintek meg lesznek, akkor még egyszer ellenőrizni fogom, hogy jó-e, megfelelő-e a terület, kijelöljük a megfelelő vásztút, és ezen a vásztón belül elhelyezzük azokat az objektumokat, azokat a létesítményeket, amiket már beleálmodtak Andreáék a területbe. Szóval így működik ez, komoly munkát igényel, és építész, megrendelő és a védikus szakértő közös munkájának gyümölcse lesz az a ház és az a terület, az élettér, ami mindenkinek a javát fogja szolgálni. Úgyhogy nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és bárki, aki építkezik, átalakít, és látja ezt a videót, minél előbb vegye fel velem a kapcsolatot, és elemezzük, nézzük meg,
a területet, és alakítsuk ki úgy, hogy a természeti törvénnyel 100%-ban összhangban legyen. Ami elvileg lehetséges, csak a gyakorlatban mindig maximum 80-90%-os sikert lehet elérni, ha minden ideális. Ha pedig nem, akkor kihozzuk a területből azt, ami a lehető legjobb. Mindig van megoldás. Sziasztok! Kora reggel, hajnalban indultam, és már délután van, mire visszaérkezek a területemre. Sok időt igényel az elemzés, de megérte az utazást, megérte, hogy megismerkedtem Andreával és Pélával. Nagyon jó emberek, és nagyon jó dolgot álmodnak bele a területükbe. Kívánom azt, hogy minél előbb minden tervük valósuljon meg úgy,